A zárófordulóban az az atomerőmű volt az ellenfele a jászberényi kosárlabda csapatnak, akiket 3 alkalommal is legyőztek. Mivel ennek a mérkőzésnek sem volt tétje, nem kellett a körmét rágni a szurkolótábornak. A csapatok sem szórták számolatlanul a kosarakat, hiszen az első félidőben mindössze 35-35 találat esett mindkét oldalon. A második játékrészben is sokáig együtt haladt a két gárda, de az utolsó negyedben a helyi publikum biztatására jobban koncentráltak a hazai játékosok, aminek újabb siker lett a vége az Atomváros kosárlabda csapata ellen. JP Autó Jászberényi KS-e, atomerőmű ese, 80-75. Sajnos az elején nem úgy védekeztünk, ahogy megbeszéltük, illetve amit elvártunk a fiúktól, és szerencsére sikerült kapcsolni a mérkőzés hátrévő részében. Ez volt a kulcs, úgy gondolom. Hiába, hogy kevés pont esett az elején a mérkőzésnek, nem a jó védekezésnek volt ez köszönhetően, inkább a sok hibának, amit támadásban csináltak a srácok. Mindenképpen dicséret illeti a Ménkü Tibor Lowell Hadzsi Malik párost, hiszen az edzőváltást követően remekül együtt tudtak dolgozni a megritkított csapat játékosaival. Nem volt probléma a srácoknak a hozzáállásával végig, amíg mi irányítottuk a társaságot, tehát mind az edzésen, mind a mérkőzéseknél maximális teljesítményt nyújtottak hozzáállásban. Emiatt volt az, hogy sikerült 4 győzelmet szereznünk, és egyszer kikaptunk. Győzelemmel búcsúzott tehát Jászberény kosárlabda csapata az idei szezontól, és végül gond nélkül a 12. helyen végzett. Ez pedig az ősztől ismét a legmagasabb osztályban való szereplést jelenti az egyesület és a sportkedvelők számára.